Frissen nyírt hajjal köszöntünk benneteket, ez a Cold Hop sörkóstoló, és előttünk egy vegyes felvágott, ami gyakorlatilag így össze lett hordva, összefújta nekünk a szél. Van benne jellemzően szláv gyártmányú sör dögivel, és van egy német versenyzőnk is. Amit még Berlinből hoztam, ez talán az utolsó előtt olyan darab, amit Németországból vásárolt sörből fogunk kóstolni. Igen, mert lesz majd még egy ugyanilyen vegyes felvágottunk, és abba tettük a másik német versenyzőt, de ezt a mezőnyt Anna fogja nekünk kitölteni. Sziasztok! Megkóstolni pedig G segít nekünk. Szervusztok! Illetve Ádám. Sziasztok! Én meg ma nem kóstolok. Te nem, majd segíthetsz összenyomni a dobozokat a végén. Ja, jó, azt szerintem. Na, melyik honnan van? Berliner Pilsner, ugye mondtuk, hogy ő Berlinből származik. A Karlovácskot és a Smedni Nyitzet azt Barnitól kaptuk, neve elhallgatását kérő felajánlunk. Az Okocím, a Zsubr. A Zsuzsviec, azok lengyelek, azok felajánlásával, ő Lengyelországból hozta nekünk. És van még a Starocheskónk. Azt Ádám hozta nekünk. Azt Ádám hozta, a Tuzlánszkit pedig G hozta. Jó voltából kóstolhatjuk itt ezen alkalommal. Melyikkel őrzünk emlékeket, azon gondolkozom, mert ugye itt némelyik már járt nálunk. Ugye a Zsuzsviec, a Zsubr az a lengyel sörös fordulóban volt, a Starocheskót egy ilyen fél horvát, vagy milyen? Balkáni volt talán. Balkáni. Ahogyan a Karlovácskó is. Igen, a Karlovácskó sokszor járt nálunk, az Okocím is a lengyelben volt, és akkor gyakorlatilag csak a Berliner Pilsner, ugye dobozos változata, a Smadnimnitz, és melyik még az újonc? A Tuzlánszki. Tehát három vannak újoncok a 8-ból. De a Berliner Pilsnert már postoltuk ugye üvegesbe, de hát nem aratott nagy sikert, és elmondtam abban az adásban is, hogy hoztam belőle dobozosat is, hogy ne érje szó a ház elejét, úgyhogy ez itt most le lesz kóstolva, hogy tényleg vasas-e az íze. Hát igen, mert itt nagyon elmondtátok, hogy ott a nagy népnemzeti ivóital ez a Berliner Pilsner, mármint ugye városon belül, és hát eléggé csalódott arcom volt a végén, hogy ezt itt tényleg... És igen, ezt visszák a berliniek. Nem érhetőleg a dobozos jobb lesz. Hát egy teszt nem tesz. Két tesztből már azért lehet következtetéseket levonni. A Karlovácskót jól ismerjük, az egy átlagosnak mondható ivósör, de inkább jó. Ellentétes előjele, meg ugye a Starocheskó volt, ami rettentően így lett mind a kettőnknek, és pont ezért, mivel egy teszt nem teszt, most megpróbáljuk még egyszer elkóstolni, hogy tényleg ennyire jó-e ez a sör. Igen, a Tuzlánszkiből a G hozott nekem még egyet, és szerintem egy egész jó sör, úgyhogy remélhetőleg most is jól teljesít. És ha emlékeznék, hogy a lengyel sörös fordulóban a többiek hogy teljesítettek? Középmezőnyök voltak. Középmezőnyök. Jó, tehát akkor minden esélyünk megvan arra, hogy akár egy jobb helyet is bezsebeljenek, meg arra is, ahogy egy rosszat. Bármi hozzáfűzni való, uraim? Ezt már szeretem. Megyünk is ki a szobából, annál a terep. No, lássuk, hogy milyen sört főznek külföldön. Ajjeli Bohárdiában. Ennek szép sötét színe van a többihez képest. És ez képest. Ha istenem. Egy. És egy. Illatra. Kesernyés. Kékszőrös. Ja. Mostanában az a mániám az a kékszőrő illat. Nekem is az jutott eszembe, de úgyhogy nekem a pince illat jutott eszembe. Benne egy borász veszett el. Nekem valahogy a boros pincék, illetve kicsit a sörfőzdék illata is. Jó gyűs. Igen, ez gyümölcsös. Gyümölcsös, finom. De ebben szőlőt raktak volna egy kicsit. B betűvel folytatjuk. Hú, ennek sokkal édesebb és erőteljesebb illata van. Intenzív sok feltétel. Igen. Édesebb, valóban édesebb. Igen. Szénsavas is. Kutyát kinyegettem. Nem van tovább is. Cool at the dogs in. Ja. Szóval, hogy az egész másképp jó. Igen. Pici. Nekem bejön. Ez édes, bejön. Aha. Kevésbé erőteljesebb, mint az előző számára. Én pont, hogy erősebbnek érzem. Nem is annyira édesnek érzem, hogy intenzívebbnek, mint az előző. C, mint Cecília? Legyen. Cecília. Ennek a legvilágosabb a színe, igen. Ez a három sör után az emberi vizelem. Ez light. Illatra nekem ilyen üszkös. Hú, gyerek, hogy elállítani. Ez egy kerék szaga van. Én nem értem, mert én nem érzek. Ez egy külső alatt. Na, ez goáv pozitív. Na, ez viszont ez viszont shit, tehát, hogy... Úristen! Ez olcsó sör. Ez a gyógyszerkeserű, amiben ilyen romlott sörlevet raknak. Azt nem tudom, hogy mennyire olcsó, de ízre biztos, hogy nagyon olcsó. Ez a gazdaságos ízű sör. Mi ez te? Úristen! Azért második, harmadik kortra még jobban kijön. Igen. Ez katasztrófa.
D, mint? D-s László. Amen. Igen, színes sötétebb és nagyon kellemes illata. Ennek ilyen édesek és teljesen visszatérés az A-hoz B-hez. Igen, igen. Ez, igen, ez jó az irány. C az eddig úgy tűnik egy izé volt, kilógott rendesen. Ízre már nem annyira jó. Ízre tök olyan, mint a B. Nekem keserű, mint az illata. Viszont ez a B-re mutat rokonságot nekem. Erősen szénsavas. E, mint ez a mezőny fele. Igen. Már is. Ú, gyerekek. Ú, na az édes. Ú, ez, ez na, nem édes, ez ennek rohult. Nekem nem tetszik így. Hogy nekem ez nagyon nevet, olyan savanyú illatot érzek, mint a savanyított káposzta. Majd nézzük meg a lejáratokat. Na nézzük meg ízre. Ez édes savanyú. Ez nekem nem jó. Itt valami érző. Ez nem jó. Riadó, riadó. Ezt meg kéne nézni, hogy ez jó-e még ez a sör, mert... Ez nagyon nem jó. Fú, gyerekek, ez ízés, ez... Ez is bravo pozitív, ez, sajnos. Ez valahol nagyon kapufa lett a gyárban. Nekem egy korty elég volt. Igen. Én is érzem, hogy valami nem stimmel, de talán még így is jobb, mint a C. Aha, jó. F, mint... Fa. Illatra kellemes, inkább ilyen gyümis. Az jó, mint az előző. Igen. Hát a szíveg szép egyébként, nézzük ízre. Szép sötét. Hoppá. Jó. Aha. Eleje inkább. Rendben van. Ez megint egy picit a borra emlékeztet. Van egy kicsit olyan utóíze, mint valamelyik ilyen... Az olyan középmezőny nekem. Ilyen erős, ilyen rizling. Nem érzek olyan kifejezetten ilyen erőteljes, intenzív karaktert a sörben, viszont nem rossz. Engem egy picit a vörös sörökre emlékeztet. Megesség. Kézenfekvő módon. Ennyi. Semmi különös az illatot. Nem érzek én se különösebb illatot. Én gyümölcsösebbnek érzem egy picit. Hát az nekem egy... De ez is középmezőny, nem rosszál. Ízre valóban. Nekem ez fullátlan. Ez fullátlanos. Olyan semmi különös. Fullátlanos slágert. Ja. Ez is egy erős. Átlagos sláger, minimális kesernyével. Nem tud ezzel nagyon sokat, de legalább nem kelleletlen. De ezt így el lehet viszogatni. Ja. Ez az átlagos sláger, se több, se kevesebb. Herbál. Ez illata zero. Illata, de nem sokat, már nem tudom, mert mit éreztem. Ennek íze is. Íze meg szar. Ennek íze is alig. Illata, íze is alig. Igen, ez a víz ízű, tehát hogy semmi íze nincs van. Na, ez az abszolút úgy közép, hogy inkább rossz. Ez az alsó közép. Pusztán azért, hogy semmilyen. De igen, semmilyen ízű. Ez talán a C meg az E-t még meg fogja előzni, de... Ez konkrétan olyan, mintha szénsavasítottak volna a vizet, és picit beízesítették volna azt viszlet. Ja. Szóval ez nem úgy közepes, mint az előző kettő. Ezek itt vizet szőkítettek. Hát itt különféle eszmefuttatások folytak a szünetben, és arra jutottunk, hogy végeredményt avatunk. Lássuk akkor, hogy ki az utolsó, ki a nyolcadik, avagy egyen vannak-e, vagy ketten. E. Na. Nálam is ő a nyolcadik. És E, mint egyértelmű. És nálam is ő a nyolcadik. Ez annyira szörnyű volt, hogy az első kortyút letettem, és bele nem merek többé kóstolni. Ez már rettentően savanyú. Tényleg annyira rossz íze volt, hogy konkrétan az elgondolkoztam, hogyha megiszom, akkor gyomorbaj lesz a vége. Igen, ez valószínűleg a WC-be fogja végezni. Akkor viszont én megkegyelmeztem neki, én a hetedik helyet fogtam. Kemény voltam. Egy jó napja. Most légy de legalább testes. Tehát ezt az egyet tudtam díjazni, és nekem a másik versenyző volt a rosszabb, de ne szaladjunk ennyire előre, mert előbb hallgassuk meg a tippeket. Right? Berliner Tésznek tippeltem. Nem hiszem, hogy az lesz, nekem volt egy tippem a zsugrra, de ez is csak tipsmix. Nekem is nagyon tipp, azt már még. Ádámhoz csatlakozva a Berliner Tésznek tippeltem az E-re. És lássuk, hogy jól tettem. E. Tuzlanski. Ne csesszem! Micsoda! Nagy! A bosnyák söröm! Hát hogy? Hát hogy? Hát amit én a előre tippeltem! Hát az én is. Ez hidegen sokkal jobban esett az otthoni hűtőből fogyasztva. Na most nézzük meg a lejártat. Nézzük a lejártat. Hát ez azért volt. 24-3. Volt. Ez még bőven. Nem. Hát ez nem. Hát ezeken is nincs. Gyerekek. Vagy elgépelték a lejártat. Nem, ez ennyire rossz sör. Tehát ilyet ne. Hát akkor én viszont jó példányt tosztam a Máténak. Nem, ebből látszik egyébként, igen, hogy teljesen másképp viselkedni fog teszten egy sör, meg az ember érzékelése. Meg amikor igen, csak úgy simán felsziszent ebből egy dobozzal. Na, nézzük tovább. Igen. Szerintem nem fog bennünket túl nagy meglepetés érni, amikor a hetedik helyzet betűjelét kihirdetjük, de hallgassuk meg Annától. C. Nagyon helyes. Igen. Na, nem is jó a hetedik.
Én pedig őt raktam a 8. helyre. Ilyen kegyetlenül savanyú, kellem bántóval. Nem, ez keserű. Nem sorú, ez keserű volt, de olyan durván keserű, hogy tényleg olyan, mintha ebbe alkopirineket szecskáztak volna bele, vagy én nem tudom. Alkopirineket? Igen, tehát nem egy darabot, hanem egy levél alkopirint így belemorzsolt az alkopirint, hogy ennek nincs több beszáma. Igen, igen. Feloldották benne a levél alkopirint, de úgy tényleg, tehát igen. Borzasztó rossz keserű. Nekem így az így fújt be. Nagyon-nagyon-nagyon bántó íze volt az a lényeg, és én azt tippeltem rá, hogy ez a szlovák versenyző a Smedni Mnicka. Én az ugrót tippeltem. Én először azt Smedni Mnicset írtam föl, aztán szerintem az egy másik sör lesz, és kijavítottam a Zsiecre. Én ismét Mátéval tartok, és már megint csak azt már Mnicset írtam be. Hát az 3 tipp, vagy nem, 2 tipp, de 2,5, mert az egyik majdnem. Igen. Berlinár. Na, nem állt! Nem révettünk a Berlinárra, sem. Szép. Igen. Csak egyel úsztam. Hát ez tényleg rossz, és nézzük meg ezt, és ez sincs lejárva. Mindjárt mondom, 2024 8. hó. Na, hát akkor a Berliner Pilsner dobozosban és üvegesben is elbukott. Fú, hát ez gyerekek... Nem szabad. Szégyen. Nem jó. Nagyon jó. Sajnáljuk. Borzom, tényleg vasas. Hajrá vasas! Abba a kerület. Hajrá vasas! Látom, hogy mikor fogom a rozsdaízt érezni. És benne van, most már érezzük. Csak eddig algopirides keserűnek éreztük, de amúgy tényleg. Hát igen. Na, menjünk tovább. Ki a 6. helyezett? Nálam is. Nagyon helyes, nálam is. Hát ez mindenki az 6. Na, hát ez egy gyenge közepes. Vizes. Hát mint 6. Semmi extra. Ez szerintem ez olyan tényleg, mint az ásványi víz szőkítve. Ez szőkített ásványi. Igen, a 90-es években olajat szőkítettek, a 2000-es években pedig is. Ja, igen. Gazdaságos ízű proliknak valósul. Nagyjából se íze, se illata. Ezt így a lakótelep aljában így isszák. Szerintem már most sokkal több jellemzést izzadtunk össze rá, mint amivel egyébként, úgyhogy egészségesen körül lehet írni ezt az ízt. Egy tipsmix jellegű tipp a részemről, a Zubr. Nekem a Berliner, de az már nem lehet. Én nagyon remélem, hogy jóra javítottam át, mert ő lett nálam a Smedni Mnicka, ami nem tudom, hogy kell kiejteni, de hogy ez a szlovák főrmedvény, tiszta víz. Én tippeltem össze-vissza Karlovácskó. Na, lássuk meg. Olivier. Igen, azért. Na, éreztem, hogy ez lesz az. Az igen. Végre van egy csontom. Igen, ezt több helyről is hallottam, hogy ez a szlovákoknál ez a legalja kis is ölt, tehát hogy a legsemmilyenebb, legvízezettebb valami, és akkor én ennek érem. Mert hogy másiket, az borzalmasan rossz volt, de nem volt vízezett, és ennél éreztem azt, hogy tényleg olyan, mint a víz. Érdemes felkészülve érkezni. Lássuk az 5. helyezést. Igen. Nálam is. Hát akkor ez szó. Na, figyelj, az egyetért jó az összes, hogy jók vagyunk, átlagos, egynek elmegy, inkább édeskés, középmezőnyben teljesen jó volt különben. Igen, semmilyen átlagos, se jó, se rossz. Ez már az, amit úgy elinnék, és nem érezném magamat prolinak tőle. Ugye? Meg lehet inni, igen, tehát prolinak nem érzi magát tőle az ember, de ezt inkább ilyen szotyiköpködés mellé ajánlanak. Nincs sem, hogy valami gurmé, igen, tehát hogy mint az, amikor az ember mondjuk meg akar inni egy sört, egy korsóban mondjuk valami gurmé ilyen, akkor mondjuk én nem ezt a sört. Ez a 4.-5. sör, amikor már jókat leküldted, és már kezdesz így berúgni, akkor igen. Már ez már így jó lesz. Igen. Az utolsó 3-tól szerintem tök jól elhatárolja magát, ez már. Tehát ez már ilyen. Ezt már inkább okénak mondanám, mint hogy nem. Igen. Tipre pedig, hát ez is csak így hasraütés szerűen a Zsivjec. Hát, már megint ugyanazt tippeltünk. Nekem Zsivjec, Zsivjec. Már összehetszottatok, én a Karlovácskó tippeltem. És én is. Nekem ez volt az, igen. És nálam is ez volt a tippem, hogy valószínűleg ez lesz a Karlovácskó, mert ő nálam mindig is egy ilyen középszerű sör. Na, akkor most a fejnek az ő vakarása zajlik, és feszült figyelemmel. Kárlovács. Nem azért, ezt már ittuk egy páron, tehát hogy igen. Egy párszor, tehát hogy itt már volt előnyöm, és mondtam, hogy itt például kockáztattam, és hátrébb tippeltem, mint gondoltam volna. Akkor ezt elbuktam, mint Rottenbille. 4. helyezésünk a zárójel Z. F. Össze-vissza hordjuk a betűket, nálam is az F lett a 4. Nálam is. És nálam is, micsoda meglepetés. Tök jók vagyunk amúgy, sem beszéltünk össze. Kartelt sejtek a háttérben. De? Na de. Gangsta Zoli? Itt azért, tehát így kóstolás közben is már így egyértelműsödött a sorrend. Erős közepes. Szerintem itt azért elég jól elhatárolódtak a sörök így minőség tekintetében, és nálunk is
ugyanaz volt így a, ja, a verdik. Ez egy, igen, egy ilyen édeskés, erős, erősebb sör, de én azt írtam föl, hogy kicsivel több karakter kellene bele. Aha. Én nekem az előző vörös-sörös forduló után én engem arra emlékeztetett egy kicsit. Hm? Teljesen tetszett én már. Az, én az, hogy testes, kellemes ízű, és ez egy egész jó sör. Tehát azért, mert úgy tényleg üti ezt a szintet, amit kell. Ja, csak annyit írtam fel én is, hogy erős közepes, és a kárlovácskot tippeltem rá. Ezek szerint rosszul. Én a zsibiecet. Az még benn van, az én tippem is benn van, bár tényleg tips mix volt, én az okocímra tippeltem. Az enyém már kiesett, a Tuzlanskit tippeltem. Zubr. És a Zubr. Akkor egyikünk se találtak. Zubr? Hát az igen. Kalapos Z vagy, nem az Zubr. Mindegy. Hát nem Zubr. Keresztbe áthúzott Z. Tök mindegy. Na eddig majdnem kiadja a sor, mint ahogy 0-5, 0-55, de csak majdnem. Harmadik helyzetünk a... D. A D, mint ahogy nálam is. Nálam is. Nálam is. És nálam. Ezt most hogy fogjuk elmagyarázni a nézőknek, hogy nem beszéltünk össze? Tényleg nem beszéltünk össze. Na jó, kellemesen édes, dobogó az nem volt kérdés. Itt kicsit helyezkedtek az őt megelőzőkkel, de végül nem jutott tovább a harmadik helynél nálam. A gyerekek a lengyelek bemaradtak. Azt nézem. Igen. Hogy az első négyben a három lengyel az ott van. Ez komoly. Igen. De hogy beszéljünk egy kicsit is a sörről, édes, erős, kicsi kesernyét éreztem benne, nekem ez volt így a véleményem róla, és teljesen jó sör. Teljesen jó kiegyensúlyozott sör. Igen. Ez abszolút, abszolút. Én azt mondtam rá, hogy erős, kellemes, jó sör. Ja. Tippek terén, volt egy nagyon rossz tippem a Berliner Pilsnerre. Szerettem volna, hogy jó helyezést érjen el, de itt most... És te megpróbáltad. Csődött, igen, itt most csődött mondott az ízérzékelésen, nem gondoltam volna, hogy a gyógyszergyár ízű lesz az. Bocsánat, Dénes, Zsubrot tippeltem. Igen, az a kocsimet. Hát én pedig azt is elmondottam, amit eredetileg áthúztam, az a Karlovacskó lett volna, és a Tuzlanskit írtam fel helyette, ami szintén nem jó. Zviet Premium. És a Zviet. Zviet. Ó. Többet kell akkor majd a kis posztiba járni. Igen. Már csak kettő helyezést kell kihirdetnünk, az egyik közülük az ezüstérmes. B. Ez Béla. Nagyon helyes, nálam is lett a második. Gyakorlatilag. Nálam is. Na, nálam is. Persze. Nálam viszont megnyertek. Ó, hoppá. Tehát az a faramaci helyzet adódott, hogy az utolsó kettő és az első kettő tér el így nála. Az összes többi egyezik. Na de. De csak nálad tér el, ezt is tegyük hozzá. Hát igen, igen. Igen, igen. Rám vonatkoztat. Akkor nálunk gyakorlatilag háromnak ugyanaz volt a sorrendje. Nagyon kemény. Hát elég hasonló az. Ja, és de a végső sorrendben is egyezik. Igen. Na, de hogy a B betűjelű sörről beszéljünk egy kicsit. Édes, intenzív, kellemes, és nekem sokkal inkább ez a kiegyensúlyozott. Annyira nem a gyümölcsbomba irányába eltolódó ízvilág az, ami ma inkább értékelést nyert ez alkalommal. Volt ennek értelme? Biztos, én is egyébként ezt írtam ki, hogy erős, kicsit édes, intenzív ízű, teljesen jó sör, de nálam nem tudta megszorongatni a majdani első helyezett alt, függetlenül attól, hogy meg tudom érteni Mátrinak is, hogy miért rakta fel első helyre, mert mind a kettő hihetetlenül jó sör, és nem sok különbség van a kettő között, de számomra egyértelmű különbség volt az aljavára a B-vel szemben. Úgyhogy én tényleg ezt tudom rá mondani, hogy szépen csillog az ezüst, nagyon-nagyon jó sör, és tényleg csak ajánlani tudom. Én is azt mondtam, hogy intenzív íze van és nagyon kellemes. Én nekem nálam tényleg az van, hogy az A és B között lényegében célfotóval dől el a különbség az aljavára. Tehát itt a B ebből a szempontból kikapott, de ettől függetlenül kegyetlenül finom íze van. Nekem is nagyon íze. Számomra azért egyértelmű volt, hogy az A nyer, de a B-t is nagyon szívesen ajánlom bárkinek, aki fogyasztaná. Nálam egy ilyen édes, pont megfelelően erőteljes ízű sör. Igen, ez a kettő tényleg nagyon elhúzott, úgyhogy nézzük a tippeket. Na most az van, hogy vagy az utolsó két sört azt behúzom kettő csontnak, mert pont az a kettő van még bent, amiről még nem beszéltünk. Úgyhogy B betűre én a Starocheskót írtam fel, mert nem emlékeztem azzal kapcsolatban olyan gyümölcsös felhangokra, mint amit a másik tudott a menékben. Én nagyon remélem, hogy nem neked lesz igazad, mert én még az arra tippeltem a Starocheskót pont emiatt, hogy az volt a legintenzívebb, legkájzeresebb, nálam a Tuzlanskira ment, de az már biztos, hogy rossz. Én a Starocheskót. Akkor te hozzám csatlakozol? Én a B-re az okacimat tippeltem. Na, valakinek csontja lesz. Volt itt minden. Na, okacim. Ez az! Ez az! Akkor megvan a Starocheskó, megtaláltuk egy ősztest.
Na, ez van, akkor nekem is ez két csontom, az első kettő, pont az első. Akkor kettő. Én viszont mocskosul összekevertem a kettőt, és hát ezek szerint nem lehetett más az első betűjel, mint az. Ami a legfinomabb, leggyümölcsösebb, legintenzívebb ízű, legfűszeresebb, a legjobb sör, tényleg. Ebben a mezőnyben nagyon-nagyon jó volt, megszorongatta a B, tehát nem akarom elvitatni az okocimnak az érdemeit, de nálam egyértelműen az A volt a legjobb. Hát nálam is, tehát hogy nem csak egy picikét, hanem azért számottevően nálam az A, az tönkrevette a mezőnyt, úgyhogy nálam az A. Az egyértelmű, nálam is. És hát akkor ugye ennek megfelelően nálam lett a második. Igen. Én nem is inkább az, hogy ezt raktam hátrább, hanem az őt megelőzőt raktam előrébb. Most ezt nagyon jól megmondtam, de hogy inkább azt az ízvilágot, ami nálam nyert, azt tartottam előbbre valónak ez alkalommal. És akkor tippek tekintve neked ment az okocímre. Igen, én pont összecseréltem. Hát az arra rövni fogtok, én a Tuzlanszkit tippeltem alapvetően. Nincs azzal baj. Hát igen, na, tehát látjátok, hogy milyen szélsőség. Én pedig felismertem, hogy ez volt bizony az a finom ilyen Kaiserre hasonlító íz. Starocheskóra ment a tippem, és akkor azt be is húzta. Látszik, hogy nem figyeltem eléggé, amikor azt a bizonyos videót, ami egyébként ott megtekinthető majd a kattintás után, arra nem figyeltem eléggé. Én is betippeltem a Starocheskót, természetesen én emlékeztem a horvát tengerparton, amikor Nagyon jó volt. A jó kis asztronauta gólya. Azaz. Fú, de ez brutál jó ez a sör. Nagyon fincsi. Ezt All-Star Soros Ligában ezt kalapultáltam magát. Igen, bele kell rakni. Nagyon jó ez a sör. Én szintén ugyanúgy nem vitatom el az érdemeit, de nálam ez egy kicsit másképp alakult, mint ahogy nulla csonta az ártam. Hát nekem egy csonta. Nekem van három. Nekem kettő, az első kettő. Szép, ügyes vagytok. Na. Ugyanúgy. Alakulunk, pedig azért párat be is néztem. Na, de az amúgy egy tök jó mezőny volt, meg nagyon volt, mint gondolkodni. Igen. Meg úgy olyan hűdelet. És az első végső az tényleg jó volt, tehát a lengyelek plusz a Starocheskó, azok nagyon jó. A Carlo Macskó meg egy ilyen abszolút iható közepes sör, az utolsó hármat nem ajánlanám. Az semmi kell. A PC-be, az biztos. Igen. A Carlo Macskót mondjuk egy ilyen egy-másfél helyen feljebb vártam volna, ha szabad ilyet mondani. Normál esetben én is, de az a baj, hogy neki itt a helye, és nálam soha nem ért elő olyan kiemelkedő helyezéseket. Voltak jobbak is, tehát voltak tök jó. És ez annyira meglepő, hogy egyébként a lengyel sörök tényleg nagyon jók, meg hát mondom, aki Horvátországban vagy Szerbiában jár, annak kötelező a Starocheskó, tehát ez egy brutál jó sör. Starocheskó az nagyon jó. Úgyhogy most már másodjára bizonyította a Starocheskó azt, hogy nem vagy egy valamire való sör, hanem egy igazi győztes sör ezek szerint. Hajrá, gólyák! Akár így is fogalmazhatunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ez alkalommal is velünk tartottatok, és ahogy említettük, lesz még ebből a külföldi vegyes felvágottból egy újabb felhozatal, úgyhogy majd akkor is számítunk megtisztelő figyelmetekre. Annál nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és kitöltötte nekünk a söröket. Uraim, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és remélhetőleg jöttök majd máskor is kóstolni. A kedves nézőköz pedig azzal a kéréssel fordulunk, hogy legközelebb is nézzenek bennünket, mert most nem estünk szét annyira, mint egyébként szoktunk, úgyhogy ez talán egy válveregetést megérdemel mindenki számára. Adjátok tovább meg valamit. Úgyhogy szerintem üljünk össze a telegramos kocsmában, itt található meg az elérhetősége, és aki még nem tette, ellenben érdekli mindenféle sörös tartalom, az iratkozzon fel a csatornánkra, és ha tetszett neki ez a videó, akkor erre a feliratú gombra bökjön rá sürgős jelleggel. Váljon kedves egészségetekre! Jól mondtam? Biztos, hogy jól mondtam. Biztos, hogy nem mondtam jól. Na jó, legyetek jó! Sziasztok! Sziasztok.